cáratyuskát, vagy hát mondhatnánk mai példákat is, hogy ki mindent lehet isteníteni, aki közben nem tesz jót veled. Na most, ha kívülről bárki más, akár egy filmben, vagy a szomszédban, vagy a baráti körben ezt látja, ő maga miért nem látja? Tehát, hogy nem tudunk felnőni, amikor ilyen elnyomott helyzetben vagyunk. Jó, gondolkodunk. Jövök majd beszélgetni, most úgy látom, nem születik rá olyan gyorsan, mint válasz. Ez volt Joe-val. Hát ezek meg megint jönnek. Ne legyen már baj. Megint jönnek. Ezek meg megint. Következő jelenetben. Csak 10 percet késnünk. Ez jó. Nem passzolt a hajamhoz a felsőm, tudod? Most azt nehezett lettél tenni a cukor miatt, de... Szerintem aki akarta, azért tette. Amikor így mosolyogsz, akkor rakjam el a konyhakést, vagy most tulajdonképpen? Semmi baj, megint semmi baj. Nem tudom, miért kell cukrot bevenni a szádba, amikor bejön. Nem tudom, mi ez. Ez illetlenség. Most ez most... Baj, hogy mondom? Vagy nem látod igaz? Baj, hogy mondom. Azt szerintem ma nem nekem kellene beszélgetni, hanem neked. Ezt próbáltam meg. De fura ez, mert most ugyanilyen finoman ugyanezt jelezte. Tehát úgy látszik, hogy csak nekem kellene járni. Olcsóbb is lenne, jövök csak én. Benne vagyok, fiatal. Az időt kell megfizetni, nem a darabszámot. Úgyhogy nyugodtan jöjjél már, mi van fizetni. Ugyanaz van, mint munka. Tök jó fej vagyok. Igen. Baszolnak. Nem. Pedig én nem vagyok egy... Jó, de az a múltkor, amikor... akkor azért bocsánat. Eden, vagy az... mi van? Nem! Mi ez? Mi van? Most ez komoly vagy? Mi? Nagyon megijedtem ma. Bocsánat. Nem, tudom, nagyon jól, csak olyan fura volt el. Eljutunk lassan 20 év után oda, hogy én nem Joe vagyok? Elhiszed, hogy nekem is jó lenne az, hogy eljutnék 20 év után, hogy ez nincs. Mondja, ki az a Joe? A volt faszia. Igen. Aki? Aki. Nem lehet ezt úgy, hogy az ember... Aki verte. Akkor jött fel vidékről. Az valami fuvarozó volt, erről szólt az egész életük, hogy próbált megfelelni, ami meg állandóan verte, erőszakolta, verte, kiabált bele, most velem is úgy van bánva, mintha valami vadállat lenni. Nem igaz. Pedig azt hiszem, hogy tényleg már minden, nem tudom, hogy mi az Isten csinálja, vágjam föl apró darabokra a kezeimet, hogy felfogd, hogy én nem ő vagyok. De. Én nem tudnálak téged bántani, mert én szeretlek téged. Szeretlek, tehát tudnálak bántani, de nem foglak bántani, érted? És amikor ezt csinálom, azt nem azért csinálom, mert meg akarok ütni, hanem mert gesztikulálok, érted? Két külön ember. De nem csak... 20 év, könyörgöm, hány álmatlan éjszaka? Mennyi veszekedés, mennyi félreértés ebből a szarságból? Nem én vagyok ő. Akkor itt az alkalom, tessék. Nem lehet. Most ezt közösen engedjük nem el. Nem lehet kibeszélni. Közösen. Nem lehet kibeszélni. Nem lehet ilyen szépen megfogalmazni. Nem, hadd mondjam már végig. Nem azon múlik, hogy hány percig beszélek róla, hogy ugyanilyen gyorsan és szépen, mint te. Nem azon múlik, hogy milyen pregnánsan fogalmaz, vagy olyan furcsa élen, hogy fájol. Nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nem megy ki. Bocsáss meg. Te hogy jöttél ki abból a kapcsolatból? Mert ugye már nem vagy benne. Sokáig voltam, nagyon sokáig, aztán volt egy olyan pillanat, amikor az valahogy életemben először, akkor azt éreztem, hogy sok, és akkor is bután, de elkezdtem menekülni, akkor mindenféle... Fogtad a bőrönnek? Elszaladtam, aztán megtalált. Az még egy külön szép este volt. De aztán bemenekültem a barátnőmhöz, ahol már nem talált meg. Több év volt.
Nem érti senki, miért elmondom, hogy mi volt, azt mondják, hülye vagyok. Azt mondják, hogy bizonyára bolond vagyok, vagy hogy egy ilyen kapcsolatban. Nem érti senki, miért mi? Miért hagytam? Miért hagytam addig? Miért hagytam 3 évig? Senki nem érti, azt hiszik, hogy idióta vagyok, csonti idióta, de nekem ő volt az első szerelme. Ő hozott ki. Hát szeret. Családból, igen. Megféltél is tőle. Nem tudtam, hogy félek tőle, azt hittem, hogy ez természetes. Értem. És itt van ez az ember. Okos, jó humorú, szép. És viszont rosszul esik neki. Igen, nagyon. Hogy... Tehát, hogy van valami fal köztetek emiatt, hogy... Ezt a csomagot vette meg. Oké, csak te... neked kéne valamilyen módon, nem is az a kérdés, hogy te hogyan dolgozod fel ezt, vagy hogy tudod elengedni a Joe-t, vagy magad régi énjét, hanem hogy tudsz ránézni erre az emberre, mint aki tiszta lappal indul. Megpróbálok, csak amikor váratlan helyzet jön, akkor az ember nem... Akkor azok jönnek elő, amik bekódolódtak, ha váratlan a helyzet. Igen, csak most már elég időt töltöttetek együtt ahhoz, hogy új kódok épüljön. Nem elég akkor, nem elég elnézés, bocsánat, azért a lendülésén nem elég akkor. Időben, minőségben, bizalomban. Nyilván minőségben. Ezt mondom meg, veszhetek érted, akkor se lesz elég. Valaha felmerült köztetek, vagy külön-külön, vagy együtt azt, hogy akkor ti is valaha külön menjetek? Nem. Bennem nem. Szopadsz? Nem. Na azért. Nem tudtam, hogy fogsz mondani. Az, hogy nem, kicsi, hát, mert mit mondani? Szerelmes vagyok belé, mi az Isten mondani? Az, igen. Soha nem hagynálak el. Soha nem kell senki más, te kell lesz. És nem ezt a csomagot vettem meg, megvettem egy csomagot, aminek van egy ilyen kis kicsike kis mellékcsomagja, amit próbálok kibogózni, hogy leszakadjon, de valaki mindig visszahúzza, így húzza. De nem direkt. Jó, értem, csak nem vissza. Hidd el. Oké. Fejlődünk, haladunk. Én ilyenkor legalábbis boldog vagyok. Igen. Következő jelenetben Éva otthon süt, főz és már megint takarít. De hát, hogy éppen melyiket csinálja? A Tomi ledobta azt a takarító eszközt oda. Oda eldobtam. Keresd meg! Tomi pedig a másik szobában. Melyik a másik szobában? Rólam, mi a nevem, ki vagyok, adottam is, láttalak. De egyszer. De ez azért egy elég para. Tudom, bocsánat, nem ne haragudj. Csak most egy ilyen nagyon furcsa helyzet van, és azért gondoltam, hogy így utoljára szeretnék neked valamit megköszönni. Mi az Isten? Tatata? Mi? De nekem elnézél előtt közül. Nem is nem. Most nem. Egyébként is kínál a barát. Még keresem? Igen, a barátom már eltávol. Igen?
tököm az a Barbie? A három évvel ezelőtti furcsa, furcsa ruhaszakadásos Barbie. És köszönöm. Ő adott nekem erőt ahhoz, hogy most sajnos úgy alakult az életem, hogy el kell menni, és szerettem valami, tudod? Szeretném úgy, ha megértenék, hogy nekem most volt az, hogy még egyszer együtt utoljára. Szóval én is köszönöm. Hogy hívjuk? Mi? Hogy hívjuk? Mi a neve? Mi? Mi a neve? Most meg van egy gyerek. Mondtad neki? Nagyon szépeket mondtam az apukájára. Nem neki, hanem aki ajtót nyitott, mondtam neki? Azóta leglassz, legény lakásba, akkor ezt előbb. Na jó, megyek, barátom lenne. Most megmutattad innen 200 méterről is elmész? Eddig sem voltam, de köszönöm. Te nem gondolod, hogy nekem ezt tudnom kellett volna, baszki? Baszik, van egy lányom! Hát ha valami esetleg szűnye valaki, vagy valami, amit csak vele tudunk megbeszélni, az kibukik, és nem mondtuk le az önépontot, pedig most minden jó. Ugye? Ja. Gyakran beszédes, de most nem. Tűzoltó, hogy csak akkor kelljen, ha nagyobb volt. Igen, jóban is kell lenni, így van. Igen. Semmi gond, nem, meg abszolút megértem, nagy trauma volt ez. Mit? Most tényleg meg akarod vele beszélni? Mi baj? Barbie. Lett egy Barbie-t. Olcsón? Nagyon drágá lett egy Barbie-t, nagyon drágá lett egy Barbie-t. De én végtelenül hálás vagyok ennek a tündérembernek, hogy ilyen szintű beszélgetéseket folytattunk az elmúlt három hónapban erről. Hogy is van ez, de... Van egy lányom. Van egy lányom. Csak úgy? Hirtelen? Hát szó szerint. Nem nagyon tudtam, hogy ő így van. Egy botlás volt, nem? Semmi. Egy botlás volt, és meg is tudjuk beszélni, azt hiszem. Ez egy három évvel ezelőtti ügy, egy teljesen bagatell, véletlen. Most mondanám, hogy részeg voltam, nem voltam, de... Igen. Véletlen? És... Véletlen? Egy agresszív kurva. Ez megmondtam. Finoman tudtál fogalmazni ezt. Nem, ezt. Nem, hát csak. Jó, én voltam ott kettőnk közt, jó? Tehát ez egy véletlen. Egy véletlen, és senkit nem, tehát nem, azt sem tudom, hogy hívják. Soha többet nem találkoztunk, ő se tudja az én nevemet, és tegnap, hát... Becsengetett. Becsengetett. Honnan tudta, hogy hol laksz, hogyha nem is tudja a nevemet?
De már nem tudja a neved, ugye? Nem tudja. Hát, talált meg? Hogy nálunk volt ez a botlás. Akkor Éva éppen a súlyba volt. De hál' Isten, nem az ágyban. Tehát nem a mi ágyunk. Nem, dehogyis. Dehogyis. Ezért nem tudom, minek nézel enged. Most tényleg ezt nézed ki belőle? Nem, hogy a saját ágyunkban megdobok egy nőt? Nem, hát az, akkor azt nem adom, nem itt tartalánk most. Tehát, hát persze, hogy nem itt tartalánk, hát mégis el is várnám, hogy ne itt tartsunk, ne arra. Ezt egyébként megjegyzem, soha nem értettem, hogy miért nem mindegy. Ez az ágy. Az azért a szent hely. Az egy szent hely, igen. Ott mi ketten vettük az ágyat, mi ketten... Másik lepedőt lehet. De amikor te elmész egy hotelba, vagy a nőnek a lakására, vagy az utcán, a bokorba, vagy bárhová. Nem, szerintem ebben nincs igazad, belmelem így a legbelső. Én nem mondtam, hogy igazam van, én csak azt mondtam, hogy furcsa, hogy igen. Természetesen soha nem feküdnék fel senkivel az ágyunkban. De véletlenül a lakásban, most előszobában volt, hogyha azt a... Na, igen, 15 perc volt cigivel együtt, komolyan szól. Aztán, mert ja, ahogy jött, úgy ment. De most jött és hozott még valakit, akit Barbie-nak hívnak, 3 éves, szőke. Mert hogy akkor megtermékenyült tőled. Bassza meg! Hát csak próbálom összerakni a képet. Igen, azt honnan gondoljuk, hogy szőke? A hölgy. Akkor ne adjani barckolásra. A hölgy megmutatta az ablakból, mert ilyen nívós ez a hölgy. Hogy ez. Ezen nem is vitáztál, hogy ez valóban a te gyerek? Hát nézzük meg, fordított helyzetre, minden lenne is képes. Az sem biztos. Mondjuk tényleg nem is biztos ezzel. Persze. Kihagytatok egy részt.